autó, gumik, műanyag hulladék és kidobott bútorok. Halmokban áll a veszélyes hulladék ennek a mőzsi ároknak a partján. Nem csak itt, a hatalmas tér másik oldalán sem jobb a helyzet, ott főleg bezsákozott hulladékkal van tele az árok. Bár térfigyelő kamera is van, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Mi évről évre kitisztítjuk ezt az árkot, és ugyanilyen szorgalmasan az emberek vissza is töltik illegális hulladékkal. Gyakorlatilag mindenféle hulladék megjelenik ebben az árokban. Döglött és elpusztult állatoktól, hűtőgépen át, kommunális hulladékon át, heverők, bútorok, tehát gyakorlatilag nincs olyan, ami ott ne lenne. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. Részben a fertőzés veszély miatt, részben azért, mert a közterületek nem azért valók, hogy ott hulladékot tároljunk, és hát ennek az ároknak egyébként szerepe van, hiszen ez egy vízzel vezető árok, ami ugye, hogyha tele van hulladékkal, akkor eltömíti, és nem tudja a funkcióját teljesíteni, gyakorlatilag nem tud a víz elfolyni benne, és arra gondoltunk, hogy ez a 3 millió forintos keretösszeg, amire maximálisan pályázni lehet, ez elég lehet ennek a hulladék lerakónak a megszüntetésére. Arra most nincs lehetőségünk, hogy egyszerre mindent megszüntessünk, hanem most arra van lehetőségünk, hogy ezt a kiemelt projektet vegyük előtérbe, és ide erre nyújtsunk be pályázatot. Hozzáteszem, hogy egy kicsit kilátástalannak tűnik egyébként, mert hogy, mint mondtam, évről évre mi ezt igyekszünk felszámolni, ezeket a lerakókat is elszállíthatjuk onnan a szemetet, ami bizony kemény munka, akár kézzel, akár géppel végzik ezt az emberek, és ennek elég nagy költsége volt már eddig is. Valamiféle megoldást fogunk arra találni, vagy fogadunk egy őrt, vagy jobban bekamerázzuk a területet. Tehát valami igaziból azt kéne megakadályozni, hogy ne lehessen oda hulladékot vinni, de én attól tartok, hogy azok, akik próbálok finoman fogalmazni, akik inkább a kukán kívül helyezik, meg a hulladékudvaron kívül helyezik el a szemetet, azoknak a kedvét ez nem fogja szegni. Az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számít, amiért alapesetben akár 3 év börtön is kiszabható, de ha veszélyes hulladékról van szó, akkor a büntetési tétel 5 év. Abban az esetben, hogyha valaki a hatóság engedélye nélkül egy arra ki nem jelölt helyen hulladékot tesz le illegálisan, az 1-3 évig terjedő szabadságvesztésre büntethető, mert a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntettet követi el. Ezt természetesen el lehet követni gondatlanságból is, ilyenkor 1 évig terjedő szabadságvesztés az, amire számíthat az elkövető, viszont vannak súlyosabb esetek, amikor valaki nem normál háztartási hulladékot helyez ki illegálisan egy adott területre, hanem veszélyes hulladékot. Sokan azt gondolják, hogy egy ártatlannak tűnő olajos kanna, vagy egy étolajos flakon az ugyanolyan háztartási hulladék, vagy egy akkumulátor, vagy egy lemerült elem, viszont ezek már mindegyik alkalmas arra, hogy az emberi életre, a vagyonbiztonságra, illetve a környezetre veszélyes lehet. Ebben az esetben, hogyha szakértő megállapítja az ilyen esetekben indított bűnügyekben, hogy valaki veszélyes hulladékot helyezett el, akkor akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Tavaly évben volt olyan eset, amikor úgy sikerült a rendőröknek az elkövető nyomára bukkanni, hogy az illegálisan kihelyezett hulladékok közé nem csak a szemetet, illetve a veszélyes hulladékot helyezte ki, hanem a saját maga által befizetett telefonszámlának a feladóvevényét, illetve a telefonszámlának a számláját is, amint természetesen azonosítható volt rögtön, hiszen a lakcíme is ott szerepelt a számlán. A rendőrségnek csak tavaly több mint 60 ilyen esetnél kellett Tolna megyében intézkednie.